Legkevesebb két ember életét vesztette Szíria fővárosában, Damaszkuszban, miután izraeli rakéták csapódtak be egy 10 emeletes lakóépületbe. Egy helyi civil szervezet szerint a környéken gyakran fordulnak meg az iráni forradalmi gárda és a libanoni Hezbollah befolyásos tisztviselői. Ugyanez a szervezet 3 halottról számolt be, akik közül 2 külföldiek, de azt egyelőre nem tudni, hogy milyen nemzetiségűek. A gázai háború kitörése óta Izrael a korábban jellemzőnél jóval gyakrabban hajt végre hasonló támadásokat a Közel-Keleten, elsősorban Szíriában és Libanonban.